Az iskolakezdés nem feltétlenül könnyű időszak egy diák számára. Gondot okozhat a nyári rutin megszakítása, az új közösségbe való beilleszkedés és a velük szemben nyújtott elvárások növekedése egyaránt. Az iskolához köthető stressz tünetei már az iskola előtt jelentkezhetnek. Ezekről Olá Gabriella klinikai gyermekszakpszichológus beszélt 35 perc című műsorunkban. Kisiskolás korban a leggyakoribb szorongásos tünetek például a körömrágás, ebből láthatjuk elsőként, hogy a gyermeknek belső feszültsége van, szorong. Nagyon gyakori a kiskolába indulás előtt a különböző hasfájás, így van, a különböző úgynevezett pszichoszomatikus tünetek, reggeli rosszullétek, szédülések, hányinger, hasfájás, fejfájás, hasmenés. Ezek tényleges tüneteként is megjelenhetnek, vagy pedig az ettől való félelem az, ami a gyerekben dolgozik. Tünet lehet még főleg fiúknál a viselkedés zavar is. Így nem biztos, hogy a gyerek rosszaságáról van szó. A megváltozott viselkedés mögött az iskolához köthető szorongás is állhat. A pszichológiai segítséget sok felnőtt nem vállalja szívesen, ezzel ellentétben gyermekpszichológusokat gyakran keresnek fel. A legtöbb szülő úgy van vele, hogy a gyermekéért mindent igyekszik megtenni, és talán sokkal könnyebben fordulnak gyermekpszichológushoz. Ez időnként azt is jelenti, hogy a gyermek, aki egyébként a család feszültségeinek lehet a hordozója és tünethordozó, ő a leggyengébb láncem is, rajta keresztül jelentkeznek a tünetek, és ő jelzi leghamarabb, hogy gond van. A szülők hajlamosabbak, én azt látom, vagy könnyebben elviszik a gyermeket szakemberhez, de ha kiderül, hogy nekik is segítségre lenne szükségük, vagy az egész család szerkezetében valamilyen változásra lenne szükség, arra már nem minden esetben motiváltak. A szakpszichológus elmondta, egy kisiskolás nem feltétlenül az iskolakezdés idején lesz érett az iskolára. Ez az átállás hónapokba is telhet, és ez alatt az idő alatt a szülőknek türelmesnek kell lenniük gyermekeikkel. Olá Gabriella szerint sokat segít, ha egy nyugodt, elvárásoktól mentes otthoni környezetet teremtenek meg számukra.